állami elismerést vívott ki magának március 15-én. Áder János államfő a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntette ki az ünnepen az olimpiai bajnok kardvívót Pézsa Tibort, aki saját akadémiáján neveli az utánpótlást. Nevét viseli szülővárosa Esztergom sportcsarnoka, edzőként dolgozott külföldön, volt szakágvezető itthon. A hagyományon, ha megfelelve, hát katonás ember, őt köszöntjük, Pézsa -tibor a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözöllek! Tavaly mesélted itt, amikor bai Béla díjat kaptál, hogy hát életed során sosem voltál elsősorban, amikor a kitüntetéseket osztották, olyannyira, hogy ez tavaly kezdődött igazából, de ettől te nem voltál boldogtalan, de úgy tűnik, hogy most valami elindult, nem? Igen, elindult, és igen boldog vagyok, mert ez teljesen váratlanul érted az elismerés és olyan nehéz helyzetben voltam, amikor oda kerültem, és beültem ott a többi kitüntetek közé, nem is tudtam, hogy én hogy kerülök ebbe az elit társadalmi, a társadalmunk elitje volt ott, kezdve, ugye több már korábban elismert szakember az élet különböző területein, és mondta egy Pézsa Tibor, hogy kerül ide vajon. Azért, mert olimpiai bajnok, azért, mert világbajnok, azért, mert mesterező, azért, mert, 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 mer. pontosan miért? Kaptál választ ezekre a kínzó kérdésekre? És aztán rájöttem valamire, amire egy tanítványom hívta fel a figyelmemet, ami, aki egyébként egy kecskeméti fiú, hagyományőrző, két évvel ezelőtt megkeresett, hogy mester újságon keresztül. Hallottam, hogy, 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 hogy valamit maga tud a szabja vívásról. És mondta, hát a szabja vannak harmány rejt ismereteim, de én a sportvívással foglalkozom, ezen belül is a kardvívással. Hát, tehát megjelensz, akkor beszélgethetünk. És akkor azt mondta, egy, egy újságcikkből olvasta a nevemet, hogy én Borsodi Lászlóról nyilatkoztam, mint a legnagyobb magyar vívóedzőről, Miután az katona ember volt, neki ismernie kellett a szabjai vívással kapcsolatos dolgokat. És elkezdődött egy olyan kapcsolat közöttünk, hogy ő hagyományőrzői tiszteletből kutat mindent, reggeltől estig ezzel foglalkozik, és valamire rájöttünk, rájöttünk a magyar kardvívás eredményének a titkára. Rájöttünk az, hogy ez a magasabb képzett vívomester garnitúra produkálta ezt az eredményt. És ez a garnitúra el lett felejtve nem lett pótolva, és itt állunk azzal, hogy manapság gyakorlatilag már csak én ismerem ezt a borsodi magyar Karvivás oktatási módszertant, ami egyedülálló a világon, és egyedülálló eredményeket produkált az elmúlt száz évben. És akkor mondd el azt, hogy miért kell és miért érdemes ezt a tradíciót ismerni, mitőbb föltámasztani, mit több alkalmazni, miért nem lehet csak úgy legyinteni rá, hogy ó, persze, hát volt, meg magyar, meg hagyomány, meg szabja, meg régi katonák, de hát a világ azóta modernizálódott, globalizálódott, mire megyünk mi most már ezzel a régi kis magyar hagyományunkkal? Hát mire megyünk? Hát ugye az a helyzet, hogy egy történelmi visszatekintést kell végezni ahhoz, hogy miért is zseniális ez a borsodi féle oktatási rendszer? Mert ez a K&K szabja vívásból finomította le az akkor elindított... Hát képzeld el, akkor 3-4 kilós fegyverekkel vívtak, most meg 50 dekás fegyverekkel. Hát hogyha nem vigyáztál a szabja vívásnál, egy, egy mozgás megindítja, saját magad lábát vágtad le. Nem tudtad visszatartani, olyan volt a a fegyvernek. Hát a legnagyobb újító, ez a Borsodi volt abban a vívás, a modern magyar karvívás történetében. Nos, ez egy katona ember volt, egy precíz ember áldon az új, új utakat kereste a maga konzervatívusával, ugye? És hát mert hallgatói mesélték, hogy tartott egy előadást, és szünetet rendelt el, 15 perc visszajött, és azt mondta, uraim, amit az elmúlt fél órában mondtam, azt felejtsék el, mert marhaság volt kérem. Na, szóval az újtokat keresve jutott el addig, hogy ő osztályozta a kardvívásban előforduló összes akciót. Hát most hozzávetően is elmondom neked, hogy körülbelül van 1200 találat adási lehetőség, most ugyanennyi védési lehetőségkel, hát akkor azt nehézségi fokok szerint fölépíteni, rendszerbe foglalni, ezóta borsodi. Csak ő ezt nem írta le. Ezt nem írta le, hanem azok a tanítványai vitték tovább, akik akkor a Ludovika mellett működő sporttalálképző intézetnek a hallgatói voltak, és ezért van, áldom az Istent, és a szerencsémet, hogy én a Szűcs János tanítványa lettem. Mert a, bo a borsodi segédedzője a Szűcs János volt. Mindentől kezdve akkor meg volt hozzád, És innentől kezdve az ország legmagasabban képzett vívómesterének a tanítványának tudhattam magamat. És még egy lényeges különbség van itt a dolgokban, amit itt tisztázni kell, és ami talán válasz a kérdésedre, hogy én nem mint versenyző tanultam meg a borsodi rendszert. Én annak a szüleménye vagyok. Én akkor még nem tudtam, hogy a Szűcs János miért oktat nekem ezt így és úgy és amúgy. Na bocsánat, de ez egy kicsit olyan, mint mondjuk a labdarúgásban az aranycsapat volt, nem? Amikor a olyan... ne hasonlítsuk össze, Na, mert várj, várj. aki nem nyert aranyért, mert arról miért mondjuk, hogy aranycsapat? Jó, oké, okay. csak azt mondom, hogy arról a magyar futballról beszélünk, ami még nagyon magas nívójú volt, hogy sokszor, akik abban játszottak utána, nem igazán tudták azt, hogy miért játszották azt, de annak a szülöttei voltak. Igen, hát... Ilyen a párhuzamom. Igen, hát ilyen szempontból talán lehet. Na most ugye a lényeg ennek az oktatásmódszert annak az, hogy szó szóval ezt a grundon nem lehet megtanulni. Ez más szóval ez, egy, ez egy, ugye a fej által irányított kéz és láb precíz munkának az összhangja, ami hát adásidőnk kevés ahhoz, hogy elmeséljem a szépségeit, de ha egyszer valaki megérzi ennek a szépségét, tudod? Ami aztán rettentő fonák a dologba, hogy ezt a néző nem érzékeli, hogy mi átszódik le a két vívók között, tudod? Hogy mik azok az előkészítő mozdulatok, mik az elterelő hadmozdulatok, hol nem szabad hibázni, melyik az a pont, amikor muszáj, melyik az, amikor nem szabad. Na most ezeket, ezeket mind oktatni kell. Hát ez, és sok vitán van nekem az ilyen közepesen jó versenyzőkkel. Én nem az élettem jó edző, mert olimpiai bajnok, meg világbajnok vagyok. Nem azért, hanem én a Szűcs Jánostól megtanultam ezt az oldalát is a kardvívásnak. És én azért örülök ennek a kitüntetésnek, amit most kaptam, hogy ez, a, ez ennek a hagyomány tiszteletnek szól ami az elmúlt száz évben olyan eredményeket produkált, aminek én is szerves részese lehettem, és arra nagyon büszke vagyok, mint versenyző, arra még büszke vagyok, hogy mint edző is. És arra meg még büszkébb, hogy a mai napig is, és arra meg igen büszke vagyok, hogy ezt el is ismerte valaki. Na hát, és, és, és végre, mert hogy sokáig annyira nem akarták észrevenni. Azt mondd hogy miután régóta foglalkozol fiatalokkal, utánpótlással, látod a tanítványokat, ezek a modern idők fiataljai akaraterő, ambíció, alázat, tehetség, mozgás egyéb tekintetében mennyire különböznek? Mennyire vevők erre ennek a hagyománynak, ennek a tradíciónak a beléjük plántálására? semmiben nem különböznek. Ez megint edző kérdés. Ha egy olyan ember áll oda a kisgyerekek elé, akik úgy mennek haza minden edzésről, hogy kaptak valami pluszt, és mindig kapnak valami érdekeset számukra nehezített formák között, akkor mi semmi különbség nincs. Akkor nincs ilyen, hogy jaj, ezek a mai... Na most ezt van. kell megtanulni. Uh -huh. A mestereknek. Most az a baj nálunk, tudod, hogy rengeteg edző van, és kevés, kevés mester. A mester az, az egy fokozat. És az olyan, olyan, olyan tiszteletet parancsoló szakmai és elméleti tudással rendelkezik, hogy az, az vonzó, az példakép kell, hogy legyen a, a, a versenyzőnek. Tudni, a, a, gyerek az irányítható, és ezzel lehet élni és visszaélni. Nekem szerencsém van a TF-en, azért megtanultam ezeket a pedagógiai dolgokat is, és közel áll hozzám. Más edzők, hát nem minden esetben testnevelési főiskola tanári szakot végeztek, tehát nincs mögöttük az a, hát hogy mondjam, szakmai igényelt tudás, amit, amit én még azoktól a professzoroktól kaptam, Isten. Bácsolmási Péter bácsi és a Kerezsi Bandi bácsi, hát új megmutatott tornából, kérlek szépen, mint a Pinty, és ő volt az első, aki nekem dísztáviratot küldött, amikor olimpiát nyertem Tokióban. Ilyen kapcsolat volt akkor, szól a pedagógia nélkül nem lehet, nem lehet nevelni az embereket. És egy egészséges magyar ifjúságot fegyelmezettség nélkül nem lehet hogyan lehet nemzeti érzést kiváltani, hogyha nem tudja elsírni magát valaki egy himnusz alatt? Ez a végszó, és örülök neki, hogy Pézsa Tibor változatlanul katonás, de ugyanakkor lelkes és szenvedélyes is. Gratulálok a kitüntetéshez. Nagyon szép, hogy itt Köszönöm, voltam. és nagyon örültem neki. És hogyha ez példamutatást ad, akkor íme a példa a többi edző uraknak, után kövessenek eredményekbe is. Hajrá, további jó munkát neked. Köszönöm. Szépen. Nagyon köszönöm.